Hozzána Ave Mária-ja következik. Mária imádságunkat minden kor stílusában feldolgozták, szólistáknak, kórusoknak egyaránt. Most mindkettőnk következik, énekel Balázs János és Ágnes szoprán, kordonál Tóth Rita, énekel a kórus. Maradunk a romantikánál, de magyar zeneszerzőnél. Liszt Ferenc, Via Crucisáról, vagyis keresztútjáról a hatodik állomás, azaz Veronika kendőjével kezdődik. Bach művét harmonizálta meg Liszt. Címe a fényes Isten harcol. Majd Liszt elvezet minket Bachhoz, akinek egy korábbi feloldását halljuk, címe Jesu Light Meine Freude, de sokan 147. kantátumot ismerik. Thank you.
két kor, két feldolgozása ugyanannak az imádságnak. Most egymás mellett hallhatóan. Először egy romantikus szóló, kórus, korona városítás. Cézárnak Pán Angelikus című darabjában koronától vita. Énekel a kórus, és az a megtiszteltetésért minket, hogy szólót énekel Fili Katalin. Majd Claudio Cazzolini korabban zenéje következik, ugyanennek az imádságnak feldolgozása. 100-120 évvel korábban járunk, az 1700-as évek közepén. Thank you.
század végére úgy Magyarországon. Varga László atya emberhalász című művet nem klasszikus zene, eredetileg gitáros éneknek készült, de a szerző megharmonizálta. Egy pap, zeneszerző, karnagy, vallomása napi egyházzenei hivatására. Elindul onnan, hogy hoztam neked egy halat, és eljut odáig, hogy lelked elejével hadd legyek én is emberhalász. Még egyszer rávillantunk a romantikus korra. Ismét Cezár Frank következik, imád utoljára. Karnagy 1987-től 91-ig volt a budapesti nyári kántorképző tanfolyam hallgatója. Az egyik évben a tanfolyam zárulésében az egyetemi templomban akkoriban 200 vendég szólaltatta meg a 150. zsoltárt, melyet Gergely Ferenc virág világhírű orgonaművész, orgonatudós kísért. Most a Cantata Domini kórus teszi ezt, és énekli Isten szeretetét. Magasztalják Isten az ő fenségében. Orgonál Tóth Rita, trombitán közel működik Tóth Antal, Kollár Dávid, és Erdei Róbert. Majd Georg Friedrich Händel győzelmi tanulósan zárja ezt a
az amerikaiak népének az Amazing Grace című dal. Ezt is számtalan módon feldolgozták rá. Most egy templomi kórus verzió következik. John Bertalott, orgonista, zenész.